körülbelül olyan, mint amikor az akváriumból kiúszik a tengerbe. Vagy kiúszhat a tengerbe, vagy kiemelik a tengerbe. Hát ez egy ilyen nagy tenger, egy ilyen világtenger, ez a könyvfesztivál. Hihetetlen mennyiségű standdal, kiállító helységgel, Tajföldtől Szaúd-Arábiáig. Másrészt viszont épp eléggé racionális neveltetést kaptunk ahhoz, hogy ne essünk át, legalábbis én magam próbálok egyensúlyozni a racionális és az irracionális között. Tehát, hogy az racionalizmus minden hülyesség ellenére nem lehet elvetni, mert nem nagyon szükséges. És hát ebben a könyvben nevezhetjük mágiának, vagy a mágiára való törekvésnek, vagy egyszerűen irracionalizmusnak. Mindenesetre szintén próbáltam az irracionális racionálisan, és a racionális pedig irracionálisan megfogalmazni. Apát a költefa alatt találtam meg az időgépben, amit épített. Dolgozott odabent, hallatszott a kalapálás. Ez jó jel volt, mert egész nyáron nem nyúlt a szerkezethez. Már azt hittük Gerdával, hogy nem is fog soha többé. Die Maschine. So nannten wir die Zeitmaschine. Wenn wir zufällig darauf zu sprechen kamen, manchmal auch Vaters Maschine. Aber was sollte man machen? Wir sahen trotzdem die Zeitmaschine in ihr. Szerintem a személyes jelenlét is sokat számít, és az, hogy a kiadó nagyon sokat tesz azért, hogy ez a könyv eljusson itt a látogatókhoz. Tehát ugye szórólaptól kezdve a személyes ajánlásig mindent bevetnek, hogy odafigyeljenek rá. Ezek a történetek, ezek képpontok a könyvben, sok apró történet, és egy-kettő-három után, attól függ, hogy mennyire raffinált és gyakorlott olvasóról van szó, észre veszi, aki olvassa, hogy ezek mind összefüggenek egymással, csak nem időrendben haladnak, és össze vannak keverve a képkockán. Mikor elkészültem vele, akkor odaadtam barátaimnak, és mulatságos módon a gyakorlott krimi olvasók rögtön az elején gyanút fogtak, hogy na itt összefüggő történetek lesznek.
Nagyon sok megfejtést kaptam egyébként interneten, és egymást licitálták túl az olvasók, hogy mi minden összefüggést feleztek föl. Und da können jetzt die deutschen Leser mitmachen. Das ist schön. Nichts, sagte sie müde zu ihrer Tochter und kämpfte sich durch die Reihe der Wartenden, wie sonst auf dem Flur im Krankenhaus, wenn sie mit dem Befund unterwegs war und von den Angehörigen nicht angesprochen werden wollte. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Dr. Martin. Professor Ernő Kutscher Szabó ist eine der markantesten Persönlichkeiten der Literaturwissenschaft in Ungarn. Er arbeitet an der Eötvös Loránd Universität Budapest und Verfasser zahlreicher wichtiger Werke über Literaturprozesse in der ungarischen Literatur und Literaturverständnis.